Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Múlt héten nyílt meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei őszi tárlat a Nyíregyházi Városi Galériában. 57 művész, 77 alkotása tekinthető meg a kiállításon. A legjobbakat pedig szakmai zsűri is külön elismerte. Nem sokára itt lesz közülük egy művész a stúdióban, addig is nézzünk meg egy rövid összefoglalót a megnyitóról. Festmények, grafikák, fotók. Csak néhány azon technikák közül, melyek bemutatkoznak a Nyíregyházi Városi Galériában a csütörtök délután megnyílt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei őszi tárlaton. Az évente megrendezett kiállításon valamennyi képzőművészeti ág képviselteti magát. Tulajdonképpen az elmúlt években már működött az őszi tárlat, de talán nem volt ekkora sikere a művészek körében. Most nagy örömünkre több mint 80 művész pályázott, közel 300 művel. Nagyon fontos, hogy az egész régiónak a művészetét bemutatja, szabad beadásos rendszerűvé tettem, tehát azt jelentette, hogy bárki a megyében, aki művészettel foglalkozik, pályázhatott, és a szakértő zsűri volt, aki eldöntötte, hogy kik kerülhetnek a kiállításra, és kik kerülhetnek a díjazásra. Nagyon fontosnak tartom, hogy a fiataloktól, az idősebb mestereken keresztül bárki meg tudott mutatkozni, és egy nagyon széles, nagyon változatos anyag tudott összejönni. A zsűri végül 57 művész, 77 alkotását találta kiállításra érdemesnek. A tárlat egy megmérettetésnek is tekinthető, ahol a szakmai zsűri által legjobbnak tekintett két alkotó munkáját elismerésben részesítik. Idén is díjat adott a város és a megye, amely díjakat Homorú Éva festőművész és Kis László Gergő grafikus művész kapta. Igazából spontán döntés volt, én beadtam ezt a három munkát. Pont egy nagy kállói ismerősöm javasolt, hogy adjam be őket. Ezeket a képeket egyébként Kőszintér 2017 nevezetű alkotótáborban csináltam. A téma a nő volt, úgyhogy én ezeket nagy betegségemben otthon csináltam végül meg, és utólag adtam be erre a művésztelepre. És aztán úgy gondoltam, hogy érdemes lenne vele még pályázni valahová. Az őszi tárlat a megye legfontosabb képzőművészeti seregszemléje, de a helyi határokon túlmutató lehetőségeket is kínál a művészeknek. Nehéz a vidéki művészek élete, akár irodalmi alkotásokról, versekről, prózai művekről, vagy képzőművészeti alkotásokról van szó, hiszen egy olyan térben, lehatárolt közegben működnek, amely, hát ha nem figyelünk rá, akkor provincializmushoz is vezethet. Én azt gondolom, azért fontosak ezek a tárlatok, hogy ilyen módon is be tudjanak kapcsolódni ezek a művészek a ország és talán az európai világművészeti trendekbe is, és időre megvérettessenek ezen a szűrőn is. Ez számukra is feladat, a helyi közösségnek is lehetőség, hogy megnézze az évi termést. Törekvéseiben ez a tárlat évtizedek óta a megye legjelentősebb képzőművészeti kulturális rendezvénye. A megyei önkormányzat azzal tud hozzájárulni ez az eseményhez, hogy minden évben egy-egy díjat ajánl fel alkotóknak, ezzel is ösztönözve a kiállításon résztvevőket, illetve a kiállításon szereplőket. A kiállítás anyaga október 14-ig tekinthető meg a Nyíregyházi Városi Galériában, valamint a Váci Mihály Kulturális Központban. Kedves nézők, hát tulajdonképpen a beszélgetésünkhöz az motivációt, vagy a kedvcsinálót láthatták az iménti percekben. Homoródi Éva festőművész vendégünk, akinek képeit többek között láthatták az iménti bejátszásban. Milyen érzés visszanézni mondjuk egy ilyen összefoglalót, amikor a saját alkotásaid látod, vagy akár mondjuk egy kiállítóteremben, amikor végig sétálsz? Nagyon jó érzés. Látni, hogy bekerült arra a helyre, ahová alkotja az ember, vagy készíti. Nekem olyan, mintha mindegyik képem a sajátom volna, tehát nehéz rosszat mondani róla. És megválni is nehéz a képektől? Nehéz megválni is, igen. Tehát mindegyikben benne van a lelkem. Ez a színeiben is, formavilágában is látszik.
Érdekes ez, ugye, mert a különböző művészeti ágok közül talán ez a festészet az, ami mondjuk a laikusok számára úgy tűnik, hogy elkészül egy kép, és az elsődleges célja a festőművésznek az, hogy ezt eladja, ebből pénzt csináljon, és aztán jön majd a következő ihlet, és készül a következő alkotás. Ugyanakkor pedig a nagy közönség is láthatja, de mégis valahol személyes lesz ez a tárgy, hiszen valakinek jó esetben oda kerül a falára, még mondjuk egy verset olvasgathatunk kötetekben, tehát igazándiból sokkal inkább a nagy közönségé marad valahogy, hogy talán ettől is nehezebb elválni tőle, mert olyan, mintha nem a világba bocsátanád, hanem valakinek az intim szférájába, vagy akár a lakásába kerül. Itt végeztél Nyíregyházán. Emlékszel arra, amikor először gondoltál arra, hogy neked ez lesz a hivatásod? Hány éves lehettél akkor? Nagyon fiatal. Én 5. osztályos koromban döntöttem el, hogy képzőművészettel szeretnék foglalkozni, nem körvonalazódott, hogy ez festészet, grafika vagy bármely más területe legyen. Akkor kerültem egy ilyen rajz szakkörös történetbe is, rajztagozatos iskolába, osztályba jártam, és onnantól kezdve gyakorlatilag csak ez motivált, hogy én mindenképpen ezen a területen szeretnék elhelyezkedni. Egyenes út vezetett a művészeti szakközépiskolába, ahol üvegművességgel ismerkedtem meg, ami egy másik szerelem lett az életemben a festészet mellett, és így kerültem aztán a főiskolára. Megpróbáltak róla lebeszélni? Mondjuk a családod, mondván, hogy hát kislányom, azért nem ez lesz ez a hivatás, amiből olyan busásan meg lehet mondjuk élni. Természetesen jöttek, igen, ilyen mondatok felém, de a szüleim abszolút támogatóan álltak mellettem. És tehát ha valaki a művészetre adja a fejét, akkor nem az az elsődleges cél, hogy ebből egy busás jövedelemre tegyen szert, hanem a szerelem maga. És mellette kell találni egy olyan ágát ennek a képzőművészetnek, amiből viszont meg lehet élni. Hát ez most nekem így a tanítás. Mi a tapasztalatod a diákok, akik szintén ebbe a szerelembe estek bele, és mondjuk ugye a te kezeid alatt formálódnak művészekké, ők ugyanilyen hivatástudattal és ugyanilyen reális elképzelésekkel vannak a jövőjüket illetően? Ezt azért kérdezem, mert én úgy hallom, hogy azért ma eléggé jellemző az mondjuk a tizenévesek világában, hogy nem nagyon találnak kapaszkodókat, igazándiból nincs elképzelésük arról, hogy mi lesz 5-10-15 év múlva. Van valami távoli fixáció, ami valószínűleg jó lesz, és sikeresek leszünk, és gazdagok, de hogy az ehhez vezető utak azok milyen mérföldkövekkel vannak tarkítva, vagy egyáltalán hogyan lehet eljutni a cél felé, ami mondom csak egy illúzió talán, azt nagyon kevesen tudják. Azok a fiatalok, akik éppen ebben az iskolában tanulnak, és lehet, hogy még inkább egy kicsit érzékenyebbek, vagy még inkább az illúzióban hisznek, lehet, hogy mégiscsak reálisabbak a terveiket tekintve. Hogy látod? Vegyes a társaság, igen, valóban sokkal érzékenyebbek, és sokkal több olyan inger éri őket, amiből ők tudnak táplálkozni az alkotásaik során, de tehát abból a szempontból reálisabbak, hogy igen, tudják, ebből nem fognak ők megélni, tehát gondolkodnak más irányban a továbbtanulást illetően, viszont én úgy gondolom, hogy ha valaki a művészetekkel megismerkedik, azzal csak több lesz, és másképp fog tekinteni akár bármilyen más szakmában a világra és a társadalomra. Te festőművészként aktívnak számítasz, hiszen sok helyen megjelennek az alkotásaid. Mi az, ami a leginkább érdekes számodra, milyen témák azok, amik a leginkább közel állnak a szívedhez? Mindig táj elemekből építkezem, tehát
mondhatjuk úgy is, hogy az emberek értsék, hogy tájkép, de mégsem a hagyományos értelemben vett tájkép, hanem egy-egy érzés, egy-egy látvány elem az, ami elindít bennem egy gondolatmenetet, és azt próbálom a felületen megvalósítani. Van még olyan nap alatt? Van még olyan a festészetben, amit nem találtak ki, és vannak mondjuk olyan irányok, vagy olyan technikák, vagy esetleg mondjuk éppen az információ áramlással, vagy az elektronikai forradalommal összegyúrva valami különleges egyet képeznek? Úgy gondolom, tehát van. Rengeteg új technika van, rengeteg olyan vegyes technika, amit mi alkalmazunk, a modern technikának köszönhetően is, de mindig attól lesz egyedi és új és más, hogy más alkotja és más csinálja. Az én egyéniségem, a másik festő egyénisége és a minden művésznek a lelke az, ami változtat azon a munkán, amit leteszünk az asztalra. Egy-egy ilyen tárlat, azt gondolom, hogy egy nagyon jó érzés a művésznek, hiszen tudja, hogy van értelme annak, amit ő megmer álmodni, hiszen vannak emberek, akik kíváncsiak rá. Eddigi pályafutásod során vannak-e olyan visszajelzések, amelyeket ott őrizgetsz, belevésve a szívedbe, olyan szép, hálás mondatok, vagy bármilyen visszajelzés, ami tényleg nagyon jól esett neked? Van. Én azt gondolom, hogy szerencsém van, mert minden megjelenésem után pozitív mondatok azok, amelyek hozzám érkeznek, pozitív gondolatok. Tetszést vált ki az emberekben, laikusokban és a nem laikusokban is, ugye. Mindegyik kiállítás után egy öröm, ami eltölti a szívemet, ez akár csoportos, akár egyéni kiállítás legyen, és hát természetesen a koronát egy díj teszi fel. Amit ugye most meg is kaptál, és erről nem beszéltünk, azért mi néhány szóban utasd be a nézőknek. A Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatától kaptam a díjat, és a Szabolcs-Szatmár-Pereg megyei őszi tárlat egyik díjazottja lettem. Abszolút nem számítottam erre. Örömmel készítettem, amit készítettem, örömmel mutattam be, örültem, hogy bekerült egyáltalán a kiállításra, és olyannyira nem készültem erre a történetre, hogy én osztálykiránduláson voltam Pécsett a diákokkal, és ott kaptam a hírt, hogy megkaptam. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen.
Januárban, mint havazik, a varjak már elvonultak, úgy húztak a levegőben. A levegőben, mint a halak a vízben. Már nem fáztam annyira, mint havazott. A katasztrófa védelem is fogadja a közösségi szolgálatra jelentkező diákokat, stábunk is kint járt egy ilyen órán, most megnézhetik, hogy milyen feladatokat kaphatnak a középiskolások. Van ilyen, hogy elszakad egy ilyen tökület? Mi van például, hogyha az égőháznál csőtörés van? Hány méter a vízsugár, ami kijön a meddigővel? Méter.
Záporoztak a fiataloktól a kérdések a katasztrófa védelem szakembereihez. A nyíregyházi parancsnokságon jelenleg 15 középiskolás végzi előírt közösségi szolgálatát. Az 50 óra teljesítése ugyan kötelező, de a diákok nem csupán egy kipipálandó feladatként tekintenek rá. A közösségnek mindig fontos volt a segíteni illik, úgymond a közösségnek. És ez a kötelező 50 óra ezt megadja, hogy mindenki valamennyire részt vegyen a közösségben, valamennyi segítsen. Nem csak tűzoltásból áll a tűzoltók élete, de mit csinálnak még? A kíváncsiság is hajtotta a fiatalokat, amikor a katasztrófa védelmet választották. Érdekelt a tűzoltók élete. Vannak tűzoltó ismerőseim, és mesélték, hogy jó, tehát izgalmas az életük, meg meséltek sok dolgot az első foglalkozás alkalmával is, hogy mennyi mindent csinálnak, amit nem is hittem volna. Mik ezek esetleg? Miket nem tudtál eddig a tűzoltókról? Hát például, hogy mikor bejönnek, akkor nem csak pihennek meg fekszenek, hanem tanulnak. De tanítanak, meg gyakorlataik vannak. Nem tudtam például, hogy hogy vannak ők beosztva, vagy hogy milyen a munkaidejük, és ugye ezt is megismertük, vagy hogy mit csinálnak, ugye mikor nincsenek riasztáson, vagy hogy hogy működik, mikor riasztás van, hogy mit kell akkor csinálniuk. Ezeket mindet a héten tudtam meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a katasztrófavédelem a kezdetektől lehetőséget biztosít a fiataloknak közösségi szolgálatuk teljesítéséhez. Közel 50 oktatási intézménnyel tartanak fent kapcsolatot megyei szinten. Csak a nyíregyházi parancsnokságon évente 21 középiskola több mint 200 diákja vesz részt a foglalkozásokon. Ez azért is fontos, mert akik ezt választják, azok elhivatottságot, elkötelezettséget éreznek a társadalom iránt oly mértékben, hogy képesek lennének segíteni is, hogy milyen hasznos dolgokat tudnak, olyan információk birtokába jutnak, akár a tűzvédelem, akár az iparbiztonság, akár a polgári védelem területén, amelyet a saját adott közösségükben tudnak terjeszteni. De részt vesznek például prevenciós anyagok készítésében, ezeknek a terjesztésében, de hát gondoljunk csak arra, hogy ugye a tanuló ifjúságnak mind általános, mind középiskolai szinten minden évben a katasztrófavédelem megrendezi az ifjúsági versenyt, ezeknek a lebonyolításában is hasznos szerepet töltenek be az itt közösségi szolgálat teljesítő diákok. Jó, akkor most a tűzoltó kollega be fogja nektek mutatni, hogy egy ilyen tekerstömböt hogy kell összeszedni, mert ugye mi nem össze-vissza hajtogatjuk, hanem a védelmi fecskendőn, ahogy láttátok, úgy tekerben van elhelyezve, ezért tudjuk kigurítani el nagyon gyorsan. A tanulók a foglalkozások során olyan dolgokat tanulhatnak meg, melyek nem csak mindennapjaikban lehetnek hasznosak, hanem katasztrófa helyzetben a közszolgálatába is állíthatják megszerzett tudásukat. Tűzoltási területen például a tömlőgurítást, a különböző oltóanyagok, akár a kézi tűzoltókészülékek, ugye ABCD besorolása, mire jó, milyen tüzek oltására alkalmas, akkor a sugárcsövekkel, a felhasznált víz mennyiségével, a különböző szivattyúk különböző teljesítménnyel működnek, de például a polgári védelmi területen megismerkednek a homokzsákolás szabályaival. Ez nem azt jelenti, hogy egy árvíznél kivezényeljük a közösségi szolgálatban résztvevőket, csak adott területen élők tudnak a környezetükben segíteni. Van fogalmuk arról, hogy hogy kell mondjuk nyúlgátat építeni, vagy egy elzáró medencét. Tekered a nagyit, tudod? Jó, most már kényelmesebb, akkor ide oldalra állhatsz. És akkor tekered, jó lesz, az kézre fog állni, és akkor vagy a tömlőt húzod, vagy sétálsz erre. Nem csak elméleti oktatás szerepel a diákok programjában, hanem az elhangzottakat a gyakorlatban akár rögtön ki is próbálhatják a fiatalok. Kedves nézők, köszönjük, hogy velünk tartottak, várjuk Önöket a jövő héten is, kívánunk Önöknek kellemes hétvégét és nagyon jó televíziózást a továbbiakban is, viszontlátásra!